Bár nem feltétlenül nekik készült, a nyírbogáti kis cicák is előszeretettel használják a város belterületi kerékpárútját. Közel egy éve vehették birtokba, a helyi lakosok is a 471-es főút mentén épült, a települést Nyírbátor irányába teljesen átszelő biciklis útvonalat. A beruházást Európai Uniós forrásból valósította meg az önkormányzat, összesen csak nem 600 millió forintból. Simonné Rizsák Ildikó Nyírbogát polgármestere a projekt záró rendezvényén azt mondta, nagy öröm számára, hogy nap mint nap rengetegen használják az elkülönített kerékpárutat. A közlekedés biztonság mindenki számára talán a legfontosabb, és ez a kerékpárút ezt garantálja az itt élőknek, az itt átutazóknak, az ide érkezőknek is. És miért is fontos még a belterületi kerékpárút? Talán azért, mert a megépült külterületi kerékpárútjaink ezzel váltak teljessé. Mert eddig megépült ugyan Nyírbogát mindkét határába, mind Nyírgelse, mind Nyírbátor irányába a külterületi kerékpárút, illetve Kisléta Mária Pulcs irányába is, de a külterületi kerékpárutat csak a főútvonal igénybevételével tudták eddig igénybe venni a közlekedők, a belterületi kerékpárút ezt tette teljessé. Simon Miklós a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a 471-es főút mentén belterületi kerékpárút épült Nyírmihályban, Nyírgelsén, Nyírbogáton és Nyírbátorban, Nyírcsászáriban pedig meglévő kerékpárutat újítottak fel. Óvári László, a Magyar Közút vármegyei igazgatója azt mondta, a főúton történt beruházásoknak köszönhetően jelentősen csökkent a kerékpáros balesetek száma. A 471-es számú főút Szabolcsvár megyei szakasza mellett megépült kül- és belterületi kerékpárutak elkészültét követően a kerékpáros balesetek száma az elmúlt két évben mintegy 19%-kal csökkent. Ez azt jelenti, hogy a kerékpárutak képítése az tulajdonképpen a baleseti statisztikában is egy jelentős javulást mutat. Tehát most már bátran biztathatok mindenkit arra, hogy nyugodt szívvel használhatja ezt az újonnan megépült létesítményt, hiszen ez azért készült el, mert a 471-esen eddig csak a forgalmi sávokon tudtak a kerékpárosok közlekedni, és tudjuk nagyon jól, hogy a 471-es számú főútnak nagyon nagy a kamion és teherautó forgalma, ami különös veszélyt jelentett az itt kerékpározók számára. A projekt záró rendezvényén elhangzott, Nyírbogát a közeljövőben Kisléta irányába szeretne belterületi kerékpárutat építeni, így a város határain belül minden átlagosnál forgalmasabb szakaszon elkülönítve tekerhetnek a helyiek és a településen áthaladók.